Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Gáspár Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész, a Vörösmarty Színház tagja, immáron 2013 óta a mi szerencsénkre. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is jó estét kívánok. Menjünk el Szentesre, Szentes díszpolgárával beszélek többek között. Jó estét kívánok! És ismerjük meg Mamut és Tatut először is, a nagyszülőket, akik csodapillanatokkal ajándékoztad meg, ezt soha nem mulasztod elmondani, illetve ismerjük meg édesanyádat, édesapádat, hiszen rájuk is úgy emlékezel, hogy abban a közegben Szentesen nagyon-nagyon jó volt felnőni. Igen, Mamu és Tatu. Csodálatos nagyszülők voltak. Mamu háztartásban dolgozott, nagyon szeretett varni, és arra emlékszem, hogy amikor kamaszok voltunk, akkor is ő varta nekünk a fürdőgatyánkat, és azzal jártunk a strandra. És még arra is emlékszem, hogy lottózott, és az alatt a pár év alatt legalább háromszor vagy négyszer nyert varrógépet. Ez teljesen mulatságos volt akkor. És hogy gyakran aludtunk náluk hétvégén, nyilván ezzel édesanyámnak egy pici pihenőt adva. Nagyon sokat kaptam nagyapámtól, például az olvasás szeretetét, nagyon izgalmas könyvtára volt, akkor így gyerekfejjel Széchenyi Zsigmondot olvasgattam, úti könyveket volt lehetőségem ott átlapozni, vizsgálgatni. És nagymamámra még az volt a jellemző, hogy ő volt az haláláig, aki mindent gyűjtött. Ami rólunk megjelent a testvéremmel, Tiborral együtt, mindent gyűjtött és mindent eltett a mappába Szentesen. Úgyhogy szegénykém halála után akkor valami óriási életmű halmozódott fel mind öcsém, mind az én múltamat illetően, pedig akkor még aránylag fiatalok voltunk. Tehát másfél esztendővel fiatalabb nálad az öcséd. Igen. Tehát jószerivel együtt nőttetek fel, jóban, rosszban. Így van. És ha már egyszer említettük Szentesen a szüleidet és nagyszüleidet, akkor nem hagyhatjuk ki azt az indítatást sem, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetsz, hogy szintén Bácskai Misi bácsiról beszélünk. Egy olyan csodálatos ember lehetett, hiszen ez megint csak azt mondom, hogy persze, és ez jóval több, mint nosztalgia, amikor valaki arról beszél, amit megtanult, és azóta sem felejti. Ugye ő volt az a diákszínpados Bácskai Misi bácsi, akitől mindent meg lehetett tanulni. Hát az, hogy mindent meg lehetett, azt nem tudtam akkor, de nagyon sokat. És ő úgy tanított, leszámítva természetesen az irodalmat, amit professzionista, nagyszerű tanárként tanított. A diák színjátszást azt mi nem tanultuk, azt mi játszottuk. És ő nagyon jó játékmester volt. Olyan család voltunk mi, diák színpadosok, Miska bácsival együtt, hogy együtt futballozgattunk, együtt készültünk szavaló versenyekre, együtt próbáltuk a székely népballadákat, és ebből a játékos szenvedélyből olyan országos ügy kerekedett, hogy többször nyertünk Szóljatok szép szavak televíziós vetélkedőjén, Ki mit tudon, sőt külföldi utat is nyertünk, és mint egy profi, vagy nevezzük alternatív, de inkább maradjunk a diák színpadnál, az volt a legjobb kifejezés erre, akkor is, és most is, hogyha így visszanézek, folyamatosan jártuk a vidéket, országot, fesztiválokat, de nem csak azokat, hanem kisebb falvakba, településekbe fölléptünk. Nyertünk az egyik ilyen nagy országos televízió versenyén egy buszt, itt összesen 12 fős buszt, és abba bepakoltunk díszlettel, jelmezzel, és mentünk szerepelni, székely népballadákat játszani. Ennek tükrében egy másodpercig sem lehetett kérdéses, hogy színész leszel, színész lesztek Tiborral együtt. De azért beadtuk mi nem csak a színművészetére,
jelentkező lapot, hanem szegedi tanárképzőbe én is például, csak mivel közben fölvettek hamarabb a színművészetére, mert hamarabb voltak a felvételi vizsgák, ezért ez tanokafogyottá vált Szeged. Milyen volt a lét egy horvai osztályban akkoriban? Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy a horvai kapás osztályba járhattam. Ahogy betettük a lábunkat a főiskolára, az idősebb főiskolások mondták, hogy szerencsénk van, mindenki irigyelte azokat a növendékeket, akik ehhez a két tanárhoz, színészpedagógushoz járhattak, mert érezhetően, láthatóan, tapinthatóan sokkal többet foglalkoztak a növendékeikkel, mint általában, ami a bevett szokás volt a színművészetén. És hamar kiderült, hogy ők is igazi játékos emberek, mint a Bácskai Miska bácsi, csak természetesen egy másfajta helyen és másfajta igénnyel, de ugyanazzal a szenvedéllyel és figyelemmel, pedagógiai érzékkel felénk. Az első nagy találkozásom a horvaival és Kapás Dezsővel az volt, amikor megérkeztünk ősszel a színművészetire, és azt nem mondtam, hogy előtte minket elvittek katonának, fiúkat. És megérkeztünk egy év, 11 hónap katonaság után, ahol eléggé csibészek lettünk. Megtanultuk azt, hogy hogyan lehet kijátszani a szellemileg nem mindig toppon lévő tiszteket. Így aztán folytattuk ezt a játékot a főiskolán is, akaratlanul. Akaratlanul először úgy néztünk rájuk, mint valami fölöttesekre, akik ugye itt a hierarchiában több csillaggal rendelkeznek, de több IQ-val nem. Na aztán hamar rájöttünk, hogy ez nem megy, illetve meglepődtek a horvaiék, mert bármit föladtak feladatként, mi másnap azt mondtuk, hogy nem így értettük. Tehát mindig a megúszás fele mentünk, és akkor aztán a horvai tanár úr rájött arra, hogy itt valami nem stimmel velünk, mert azért mégis munkára dolgozni jöttünk ide, nem mint a katonaságot megúszni, és akkor elkezdett velünk arról beszélgetni, hogy milyen volt az, amikor mi katonák voltunk, és milyen helyzetgyakorlatokat tudnánk abból megcsinálni. Tehát elkezdte a mi emlékeinket, élményeinket komolyan venni, és minket meg arra késztetni, hogy akkor ezt próbáljuk meg formába önteni. És akkor elindult egy dialóg, egy párbeszéd, és talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy legendás vizsgáink voltak negyed évben. Olyannyira, hogy a Platonov vizsgánkat a moszkvai leghíresebb, a legnagyobb, legfontosabb szakmai lap kritikusa is megnézte, és utána megjelent egy 10 oldalas kritika a mi főiskolás Platonov előadásunkról. De ugyanezt elmondhatom a Kapás Dezsővel való munkásságunkról, sőt Valló Pétert is ide sorolhatnám, akivel szintén a Bált csináltuk, a Brecht Bálját diplom munkáként. Nagyon-nagyon nagyszerű élmény volt a főiskola. Soha nem éreztem azt, hogy fölösleges odajárnom, többet tudok már, mint amit itten még akarnak tőlem. Mindig ott voltunk horvai és kapás, szigorú, szeretetteljes figyelme alatt. Egy rövid idő jutott a Vígszínházban, miért? Nagyon... Hiszen ha ott volt horvai... Nagyon nagy bizalmat kaptam a Vígszínházban, már most kezdőként eljátszottam az Elefánt ember címszerepét a Pesti Színházban, és játszottam 100-szor. De a Vígszínházban is, a Homburg hercegében, Hohenzoller lovagot játszhattam a főszereplő barátját, aztán a Krötz Vadászat című darabját játszottuk Martó László rendezésében a Vígszínháznak a próbatermében. Nos, nagyon gazdag és nagyon termékeny időszak volt ez a rövid időszak a Vígszínházban, viszont megkeresett Zsámbéki Gábor, aki akkor Széke Gáborral együtt a Nemzeti Színház vezetője volt már, hogy terveik szerint indul egy önálló társulattal a Katona József Színház. És akkor megkérdezték, hogy lenne kedvem oda szerződni hozzájuk. Igen, egy kis időt kértem,
És akkor Horvai tanárúrral, emlékszem, egy héten keresztül minden reggel találkoztunk, 10 óra előtt, és elsétáltunk a Margit híd szigeti lejárójáig, és vissza gyalog, és beszélgettünk, mert átmenetileg akkor a Horvai tanárúr volt Várkonyi Zoltán halála után az igazgató, és akkor azt mondta nekem a Horvai tanárúr, hogy annál izgalmasabb nem lehet, mint egy most induló új színház ezekkel az emberekkel. Ezért ő azt mondja nekem, hogy bármennyire is fáj a szíve, menjek. De egyik sem úgy múlt el, mintha el sem jött volna. Mindenütt nyomot hagytál egyik oldalról, és mindegyikre emlékszel, és jó szívvel emlékezhetsz, és azt gondolom, hát a nézők nyilván, de ha maga a színművész is, maga az ember is odafigyel erre, akkor nem gond. A szabadúszás az új, hiszen szinte biztos vagyok benne, hogy számtalan helyre hívtak. Tehát a szabadúszás az már saját döntés. Így van, a katona után hívtak a Radnótiba is, de nem szerződtem, mert csak vendégként mentem oda. Taub János rendezte a 72 katonát, és a Radnóti Színház akkor indult, Radnóti színpad volt, Bálint András akkor vette át, és ő Radnóti Színháznak nevezte el, és talán nem fogják félreérteni a kedves nézők, nem nagyképű akarok lenni, de óriási szerepe volt ebben a színházzá válásban az, hogy Taub Jánossal, Eperjes Károllyal, én is és társaimmal együtt a 72 katonát megcsináltuk, amit majdnem 300-szor játszottunk a Radnótin. És az a közönség, vagy legalábbis annak egy része, aki a Katona József Színházban minket megszeretett, ott az egyetemek környékén, rengetegen jöttek a Radnótiba. És a Radnóti Színházat ez is, ismétlen még egyszer, színházzá tudta mélyíteni, vagy nem is, nem jó a szó. Tehát a színpadból valóban egy nagyobb közönséget bevonzó, szélesebb spektrumon mozgó művészszínház lett. Általában a színművészi emberi kapcsolataidat mennyiben érintették a búcsúk? Hiszen nyilván volt egy időszak, amikor az új kihívásra vágytál, és általában, tehát megtaláltak, Pesten mindenképpen megtaláltak a szerepek. De azért volt olyan is, hogy nehéz a búcsú. Hát általában a színházból mindig úgy jöttem el, hogy sokat nem gondolkodtam. Mert megéreztem, hogy akkor itt nincs dolgom tovább így, mert úgy semmiképpen sem szerettem volna maradni egyetlen egy színházban sem, hogy én ott pöfékeljek és dohogjak. Tehát sértetten nem lehet csinálni színházat. Ugyanakkor azok a fajta problémák, azt gondolom, bizonyos okoknál fogva kibeszéletlenek maradtak, ezért az ember ilyenkor, legalábbis én nem kezdek el időt húzni, hanem azt gondolom, hogy akkor lépni kell, ha kell, az ismeretlenbe. És milyen jó, hogy így történt, vagy ilyen voltam akkor, vagy ilyen vagyok, mert így aztán olyan lehetőségeim voltak találkozni olyan emberekkel, akikkel nem lett volna. És itt nyugodtan említhetem Taub Jánost, vagy sorolhatnám sort, bár Törőcsik Marival már előtte is játszottam színpadon, meg több filmben is, de ő vele is ilyenkor Svajdán keresztül, Garas Dezsővel, aztán később Darvas Ivánnal, Iglódi Istvánnal létrehozhattuk a művészszínházat a Tália helyén, amit akkor Eperjes Károly, Bubik István, Bánság Ildikó és az előbb említettek együtt megalapítottunk. Ami, na, ez egy fájdalmas véglet, mert azt nem mi akartuk, vagy nem én akartam, hanem a politika közbeszólt, és azt is kimerem mondani, hogy annyira új volt 92-ben az, hogy pályázni lehet egy demokráciában, hogy kifejezett szakmai ellenszenv fogadta magát a tényt, hogy lehet pályázni, és minket, akik a gyakorlatban ezt megtették.
Tehát, hogy úgy mondjam, nem voltunk szimpatikusak a szakma egy jelentős részére, vagy számára, azok számára, akik akkor a szakma meghatározói voltak. Aztán, amikor ez a legnagyobb szomorúságunkra megszűnt, akkor mi úgy döntöttünk, hogy 8-an megalakítjuk a Kelemen László színkört, 8 színész, 4 férfi, 4 nő, Eperjes, Bubik, Hirtling, jó magam, és Bánsági Ildikó, Ráckévei Anna, Nagykálózi Eszter, Tóth Augusta női részről. És akkor mi így romantikusan azt gondoltuk, hogy majd a 8 színész várja, hogy jöjjenek az ajánlatok színházigazgatók részéről, rendezők részéről, és akkor olyan színdarabokat kapunk, amiben mi mindannyian megkapjuk a megfelelő, méltó szerepeinket. Ami egyébként jól is működött eleinte, és Vajda György Szolnokra hívott minket, egy évig ott voltunk, és aztán Márta István hívott bennünket az Új Színházba, ahol viszont ez a fölállás nyilván egy-két évad alatt okafogyottá vált, hiszen mindenkinek az alkatánál, koránál, képességénél fogva megtörtént a társulatba való tagozódása. És aztán a dolgot még hát nagyon befolyásolta egy szomorú tragédia, Bubik István halála. Aki öltözőtársam volt, és mondhatom, nem csak hogy barátom, hanem minden idők egyik legnagyobb tehetségű férfi színésze volt szerintem. Nagyon-nagyon sokat játszottam vele, többek között az Otellót, ő volt a Jágó, én voltam az Otelló. Szóval sok-sok előadást, vagy például a Osborne-t is, a Hazafit nekünk, ezzel a címmel játszott a Nemzeti Színház az Alföldi Érában. Ott is mi voltunk a két férfi főszereplő, is sorolhatnám. Sajnos nincs már köztünk, de egyébként, ha már a Pistát megemlítem, az olyan érdekes, hogy most is, hogy róla beszélek, valahogy nem tudom őt a múltba elhelyezni. Valahogy úgy vagyok ezzel, minthogyha ő vele, mint kedves barátommal, már régóta nem futottunk össze. De nem érzem azt, hogy soha nem fogunk összefutni, hanem ez az idő így húzódik, de előbb-utóbb majd csak jelentkezik valamelyikünk. Értem, hogy mit mondasz, hiszen Kubik Anna mondja nekem, ugyanezt érzi, vagy hasonlót, és ráadásul, hogy visszatérnek az emlékek. Tegnap olvastam, hogy Funtek Frigyes hazatelepül, ugye, aki Bubik Pista nagyon jó barátja volt. Na, tehát akkor itt a szomorúságunk után azért menjünk tovább. Új Színház, az Új Színházi búcsú, még egy kicsit a búcsúról kell beszélni, mert az egy rendkívül fontos pillanat volt. Nézd, megint csak azt gondolom, hogy hasonlóképpen, mint hogy a Művész Színházban is, elég erőteljesen annak megszűnésében, ahol a Törőcsik Mari volt az igazgató, beleszólt a politika. Tulajdonképpen ez történt itt is az Új Színháznál, ahol megint csak úgy éreztem, hogy akkor nekem itt nincs igazából helyem. Olyan színház tagja szeretnék továbbra is lenni, ahol a képesség, az igazi művészi ambíciók határozzák meg az erővonalakat, nem pedig egy politikai háttér. Kezdtünk 2013-hoz. Az egy nagyon fontos időpont számunkra mindenképpen, hiszen 2012-ben lett Szikora János az igazgató, és én olvastam az ő igazgatói pályázatában, hogy mit szeretne megvalósítani. Az egyik fő program mindenképpen az volt, hogy egy olyan társulatot szeretne létrehozni, ami aztán sikerült is, hogy húzó neveket szerződtetni, ez nem szó szerint így írta, de húzó neveket szeretett volna idehozni Székesfehérvárra, így történt. Jöttél te magad, Cserhalmiék, László Zsolt, és nem sorolom tovább. Ez óriási lépés volt, hogy állandó tagként a Vörösmarty Színházhoz szerződtél?
egy láncszemet kifelejtettünk. Az új színház után Alföldi Róbert Nemzeti Színházába szerződtem, ami nagyon rövid idejű volt, hiszen lejárt a szerződése, és az új pályázat kapcsán Vidnyánszky Attila nyerte meg a színházat. És én akkor úgy döntöttem, bár nagyon szerettem a Vidnyánszkyval is dolgozni, hiszen voltam Beregszászon is, és a Karnyónét ott együtt csináltuk, meg az új színházban több előadásában is játszottam. Úgy ítéltem meg akkor, hogy az a fajta szakmai háttér, amivel az Attila kiállt, tanácsadókra gondolok, egyebekre, azokat én régebb óta ismerem, mint ő, és jobban ismerem, és velük én nem kívánok színházat csinálni. Ezért aztán örömmel jöttem Székesfehérvárra, ahova János hívott, és végül is a nagyszerű Horváth Csabával kiegészítve az a művészi vezetés volt, mint akik az új színházból előtte két évvel együtt eljöttek velünk. Tehát ugye jött László Zsolt, Radnai Csilla, Makranci Zalán, bocsánat, de most az voltak. Ivánról beszélek, a Hargitairól, meg a Bagó Bertalanról, akik a művészeti vezetői is voltak az új színháznak is, és aztán itt Fehérvárot újra összeállt ez a csapat. Természetesen, hogy a Nemzeti Színházból eljöttem, nem csak én gondoltam ezt így, hanem a László Zsolt is, a Csilla is, és a Makranci Zalán. Tehát akkor a Nemzeti Színházból érkeztünk meg ide, Székesfehérvárra, és olyan nagyszerű kollégák is jöttek velünk, mint a Derzsi Jani, az új Hirtling István, és a Cserhalmi Gyuri, ami egy külön nagy öröm volt. Ez egy új kihívás mindenképpen, mert hogy egy igazi népszínházat szeretett volna Szikora János csinálni, és meg is csinálta. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen minőségi igénnyel megtervezett évadokat tud ez a színház. Végülis talán nem kiabálom el, de nagyon izgalmasan, sokszínűen kínálni az egyébként nagyon befogadó és értő közönségnek. Azzal, hogy a művészeti vezetés mind a négy tagja külön alkot, tehát Horváth Csaba, Bagó Bertalan, Hargita Iván, Szikora János, és mellettük azért ott vannak például ebben az évadban Novák Eszter, Telehai Péter, Zsótér és a többi fiatalok, a Lendvaiék is, ugye azt mondom, és hogy... Kerkai Rita is. És a Kerkai Rita, lásd, odaadó hívetek Surik, ugye az Ulickaja darabbal. Én azt gondolom, hogy mi nagyon-nagyon jól jártunk, mármint nézők. Például nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy lehet megnézni még a Játék a kastélyban, mert ők ilyet még soha nem láttak. És erről mindenképpen szerettem volna veled beszélni, hiszen egy teljesen más átiratot látunk, mint általában az emberek. És azt hiszem, hogy ez a zseniális történet. Tehát ez is egy nagyon-nagyon komoly lépcső, hogy olyan darabokat mutattok be, ami, és legyen az Kozák, tehát kamaraszínházi előadás, vagy éppenséggel a Pelikánban, vagy a nagy színpadon, ami hiányzott. Ebbe a sorba tartozik az Ember tragédiája, remélhetőleg a második rész is ilyen lesz, ebbe ide tartozik a Perej Uram, ide tartozik a Játék a kastélyban, hiszen az is egy másik átirat. Tehát ez egy jó út. Jó út? Minden visszajelzés végül is ezt igazolja. Az nagyon-nagyon elgondolkodtató volt, hogy ezelőtt pár évvel bemutattuk, nem is olyan régen, talán 5 éve, ugye a Lír királyt Cserhalmi György címszereplésével, ami azért említésre méltó, nem csupán az ő személye és nagyszerűsége miatt, hanem azért is, mert az egész színházat szinte, az egész társulatot megmozgatta egy hatalmas élő zenekarral, ami a helyiek katona zenekara volt, a Fúvósok, fantasztikus vizsga, próbaidőszak volt, csak a szakmára visszatérve, hogy azt kifejezetten sajnálom, hogy ezt a vállalkozásunkat igazából akkor a szakma nem a helyén kezelte.
Szóval egyszerűen elég sokat járok ilyen színházi fesztiválokra, a Posztra elsősorban, és azért nagyjából látom, mik az erőviszonyok, és hogy és mint alakulnak a dolgok. Ez egyszerűen kifejezetten azt gondolom, hogy az egy jó pár ember, egy szakmai ítésznek a felelőssége, hogy nem a helyén kezelték például azt az előadást. Aztán nyilván ez a blokkád, ha van ilyen egyáltalán, meg kell, hogy törjön, mert folyamatosan jönnek ki szerintem is tehetségesebb előadások az egyiknél, a másiknál. És nem lehet, hogy országos szinten ez a színház ne kapja meg azt a rangot, ami neki jár. És ráadásul, ha már a művészeti vezetésről beszélünk, akkor essék szó a társulatról is, hiszen azt hiszem ideális a kor, hiszen a most szerződtetett fiatalok is csatlakoztak hozzá, és hogy már említetted Kerkai Ritáékat, tehát az azért a Krisztik, Nagy Péter, akik ugye Bagó Bertalan tanításán nőttek fel Zalaegerszegen, vagy éppenséggel Horváth Csabával dolgoztak Pesten, az mind-mind azt bizonyítja, hogy egy egységes, erős társulat alakult ki, ami bármit képes eljátszani. Biztos vagyok benne, amire én mindig is kényes, fontos volt számomra mindig, hogy ahova szerződök, ott nagyon erős emberek legyenek, nagyon erős színészek legyenek, nagyon erős művészeti vezetők legyenek. És ez így volt a Vígben is, a Katonában is, a Művészszínházban, aztán későbbiekben is, és itt is Székesfehérvár, ott ez van, hogy akár hova nézek, akár csak az ember tragédiájára, ha gondolunk, amit tavaly játszottunk, hihetetlen, hogy micsoda tehetségadottság van itten összehordva, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Nagyon-nagyon szeretem azt a létezést a közösségben, hogy amellett, hogy mindenki komolyan teszi a dolgát, és elég jó humorú társulatról van szó, nem férkőzött be a cinizmus, nem férkőzött be a dolgoknak minden áron csak a baját kutató dekadencia. Ez egy nagyon erős, húzós csapat. Nos, hát összegezve jó székesfehérvári színésznek lenni Gáspár Sándornak? Igen, megmondom őszintén, mitől vagyok zavarba? Attól vagyok zavarba, hogy ha kiszabadulok a színházból, és ezen a gyönyörű, szép barokk főutcán sétálok, és beülök valahova kávézni, gyakran előfordul, nem engednek fizetni. És ettől olyan zavarba vagyok, hogy mondom, ne hozzanak ilyen helyzetet, mert legközelebb már nem merek idejönni. De ezzel most hencegtem, és boldogan hencegtem, mert nagyon jól esik, hogy így szeretnek. Jó, hogy itt vagy nekünk, itt vagy köszönöm. Velünk, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégünk Gáspár Sándor volt, maradjanak továbbra is velünk, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra.